okos legyen, jó, ha van pénze. Ja, ezt még a mesében sem írják és meg. Fontosnak tartom azt, hogy az alma az almával, a körte a körtével. Mitől lesz úrjegynő? Nem lehet tanítani. Ezt az anyatejjel kell szopni. Meg tudtál azzal mondjuk alkudni, hogy nem 5 csillagos szállodában vagytok, hanem csak mondjuk 4? 5 csillagosba mentünk. Uh-huh. Én olyan férfival nem jöttem össze, aki ezeket nem tudta kifizetni. Nem gondolod magad úrinőnek amúgy? Én, mert ugye sok én nem gondolom, én az vagyok, én tudom, hogy az vagyok. Olyan férfit akarok, aki kedves és megértő. Túl nagy elvárás ez 1 milliómossal szemben? Tette fel a kérdést Gábor Zsazsa, aki épp a mai napon lenne 107 éves. Az évforduló apropójából pedig úgy döntöttem, hogy itt az ideje kideríteni, hogy vajon mi a titok? Luxus, csillogás, fényűző mindennapok. Talán egy kis túlzással kijelenthetem, hogy mai vendégeimnek bizony ebből áll az élet. Legalábbis kívülről ezt látja mindenki. Na de valójában mi is van e mögött? Nézzük meg! Köszöntöm a stúdióban Pálfiné Szabó Paulinát és lányát Kalmár Paulinát. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek ma hozzám. Paulina és Paulina egy anya-lánya páros. Szerintem a legjobb alanyokat választottam arra, hogy egy kicsit felidézzük és visszahozzuk Gábor Zsazsa emlékét. Hát 2 szőke hölgy, akik egyébként nyilván láttunk titeket az RTL műsorában, és tudjuk, hogy azért ott van a luxus az életetekben. Először Paulina, hozzád szólnék, mert hogy nézegettem veletek különböző riportokat, és nekem nagyon megragadta a figyelmemet az, amikor azt mondtad, hogy a családban te vagy a nyak, és te mozgatod így az egész helyzetet, talán mondhatjuk így. Ezt hogy kell érteni? Hát ezt én úgy értettem, hogy minden dologba, magánéleti dolgokba, hivatalos üzleti kérdésekbe a férjem mindig kikéri a véleményemet, és először mindig szkeptikus, és mindig vitatkozni akar velem, és nem akarja elfogadni, amit mondok, de aztán alszik rá egyet, és azt mondja, anya, igazad volt. Olyat is láttam rólatok, amikor azt mondtad, hogy ti tényleg a nulláról kezdtétek, és úgy építettétek fel azt a birodalmat egyébként, amiben most benne vagytok, és amiből mondjuk most van bevételetek. Ezt a nullát, ezt hogy kell elképzelni? Ez a nulla, ez tényleg a teljes nulla, vagy azért valahonnan mégis építkeztetek? Ez a nulla, az a nulla, hogy nekem előtte volt egy 10 éves házasságom, amiben volt egy autóm, egy nagyon szép lakásom Szekszárdon. A férjemnek volt egy Ford Mondeója, és innen indultunk. Hogy kell elképzelni nálatok egy hetet, vagy akár egy napot? Mi az, amit ti dolgoztok egy nap? Van egy Sketch & Joy szalonunk, amit Paulinával együtt csináltunk. Egy éve ilyenkor kezdtük, és... Honnan jött az ötlet? Miért éreztétek azt, hogy ez egy ilyen hiánypótló dolog? Akkor legyen egy vakaró szalonunk. Mi nem nagyon szeretjük használni a vakaró szót, mert mi egyébként nem vakarjuk, hanem a körmünkkel stimuláljuk, cirógatjuk a bőr felületét. De hogy ezt ti is, mert látom, hogy nagy körmeitek vannak. Igen, hát persze, hogy mi. Hát mi tanítjuk be az alkalmazottainkat, és majd egyszer gyere el. Mindenképpen. Mert... Paulina, te hogyan vezeted be Paulinát az üzleti életbe? Milyen tanácsokat tudsz neki adni, ami miatt mondjuk ő is olyan jó üzletasszony lehet, mint te? Mindig az aktuális kérdéseket megbeszéljük. Uh-huh. Paulina sokat kérdez egyébként a férjemtől is, mint a biznisz világából. Szeretne sokat tanulni, és ő már kiskorában az a kislány volt, hogy nagyon céltudatosan építette az életét. Kulcsszavakat írtam be a Google-be, hogy luxus management, és kiadta, hogy egyébként Londonban van egy ilyen iskola, de annak van egy partneriskolája Monakóban.
Hát mondom, akkor jól van, gyerekek, menjetek Londonba, én meg megyek Monakóba. A jó időben. Szevasztok. Csak Michelin csillagos éttermekkel foglalkozunk, tehát mindennek a top-top luxus. Uh-huh. Tehát nem teljesen a lentiről motelek, kétcsillagos szállodákról, hanem már a tetején kezdjük. És akkor itt megragadnám az alkalmat, mert hogy egyébként elég rátok nézni, és sugárzik az, hogy tényleg nem éritek be kevesebben, mint a legfelsőbb kategória. Viszont azt gondolom, hogy ez nagyon sok átlagos magyar nőnek mondjuk némi ellenérzését válthatja ki, mert hogy lehet, hogy úgy néz rátok, hogy ó, itt vannak ezek a szőke hölgyek, és akkor itt vonulgatnak a Váci utcán. Tapasztaltok ilyeneket egyébként? Lehet, hogy amikor engem meglátnak, akkor viselkednek, és ez nem jön le. Viszont amiket hallottunk vissza a városkirálynői után, ott voltak azért negatív kommentek, amin tényleg meglepődtünk. Nekem a mostani barátaim, nincsen sok barátom, de a barátaim és az ismerőseim, akik már jobban ismernek, mindig mondták, hogy Paulina, te olyan lenézően fennhordtad az orrodat, úgy járkáltál, azt hitted magadról, hogy te úri vagy, meg nem tudom. Mondom, gyerekek, nem tehetek róla, hogy 181 cm vagyok, és még magas sarkut is hordok, és amikor, tehát ezt a legjobb barátaim mondták, és utána pedig, amikor beszélgettünk, akkor rájöttek, hogy mindig azt a választ kaptam, vagy ezt a feedbacket, hogy Paulina, kellemesen csalódtunk benned. Mert nagyon-nagyon kevés gazdag család emberek tudnak két lábbal járni a földön, de én úgy gondolom, hogy én és a családom, mi tudjuk, hogy honnan jöttünk, és hát mi két lábbal járunk a földön. Gábor Zsazsáról beszélgettünk itt, és említettük őt itt az elején. Neki volt egy olyan mondata, ami az én fülemet mondjuk nagyon megragadta, hogy úrinak kell kinézni. Na, de hogy ezt meg is magyarázta, hogy egyébként ő mire gondolt, viszont kíváncsi lennék arra, hogy ti mit gondoltok erről a kijelentésről. Nekem van egy kiskutyám, és nagyon sokan azt mondják, hogy Paulina teljesen úgy néz ki, mint a kiskutyát, Pintyőnek hívják, nagyon hasonlítotok egymásra. Tiszta arisztokrata ez a kutya, olyan, mint te. Teljesen jogos kijelentés, mert első ránézésre nekem is az az első benyomásom. Nyilván most itt már beszélgettünk egy picit, és azért látom, hogy azért te is közvetlen vagy, édesanyád is, tehát hogy azért így nem feltétlenül mondhatjuk el azt, hogy magas lóról beszéltek, viszont Paulina, te már beleszülettél a luxus életbe, tehát hogy azért te már úgy nőttél fel, hogy mondjuk mindened megvolt, meg még talán egy picit több is, ez mondjuk hogyan befolyásolt téged? Hogyan tudtál mondjuk édesanyád segítségével mégis a földön maradni? Nem pontosan a luxusba születtem bele. Én gyerekkoromban nem ismertem a luxusmárkákat, sőt, hány éves korunkban ismertük meg, 15-6 éves koromban. Mindent megkaptam, de tehát mindenkinek megvan a minden szó jelentése a saját szintjén. Persze. 5 éves koromban, 10 éves koromban Barbie lovat kértem karácsonyra, megkaptam. Korcsolyázni akartam, korcsolyát kértem, megkaptam. De ez volt valamihez kötve? Tehát mondjuk tanulmányi eredményhez, vagy bármihez? Vagy csak úgy oda ment a polchoz, kinézte a legmenőbb Barbit, és akkor vittétek haza? Nem. Viselkedés, nem? Igen. Én mindig jó gyerek voltam. Egyébként nagyon jó kislány voltál, de mind a három gyerekem nagyon jó gyerek volt. Nem voltak hisztisek, nem vágták magukat a földhöz. Tehát én sosem tudtam elképzelni, hogy hogy lehetnek olyan gyerekek, akik ezt csinálják, mert az én gyerekeim nem voltak ilyenek. Mi mindig eseményhez kötöttük a nagyobb ajándékokat. Hogyha Paulina például mondta tavasszal, hogy fú, majd én szeretnék egy Barbie lovat. Tehát nem az volt, hogy azonnal fogtam a kezét, és azonnal, hanem születésnapodra. Akkor már születésnap után kért valamit, na majd karácsonyra. De hát nem lehetne most egy kicsit előbb. És akkor mondtam neki, oké, ha hozol 3-5-öst. Tehát mindig valamihez kötöttem. És én beírtam az ellenőrzőbe 3-5-öst. Azon szoktam én néha elgondolkozni, amikor mondjuk én is sétálok az utcán, és így szembe jönnek velem különböző típusú emberek, hogy nagyon sokan mondjuk magukra aggatnak különböző márkajelzéseket.
Biztos vagyok benne, hogy nektek is ezernyi ilyen típusú ruhadarabotok van, de hogy most semmit nem látok rajtatok, amivel mondjuk csak mutatni szeretnétek, hogy már pedig az én kabátom több százezer forintba került. Ez miért van? Mi nem azért veszünk meg egy olyan ruhát, amin például van egy olyan ruhám, ami egyberészes ruha, barna, és minden színnel rá van írva, hogy LV. Igen. Zsuzsa, tapéta ruha, vagy mit mondok rá, valami ilyesmit. Igen, soha az életemben nem hallottam még. Tehát mi ezt a ruhát nem azért vettük meg, mert hogy mutassuk az embereknek, hogy ez LV, Louis Vuitton, hanem mert tök jól állt, meg nagyon jól nézett ki, és ennyi. És szerintetek, aki mondjuk tényleg csak azért veszi meg, hogy látszódjon, hogy az a ruha bizony nagyon drága volt, az miért csinálja? Én még olyat nem láttam. Egyáltalán? Olyat, hogy igazi lenne. Én inkább olyat láttam, ami hamis, Gucci, és ide ki van írva, hogy Gucci, vagy hamis Louis Vuitton, ki van írva, hogy LV, és egyik sem igaz. De én azért ilyen sportos elegánsba szoktam. Paulina meg ilyen urinős. Tehát én, hogyha ilyen urinős lennék, akkor már túl urinős lennék. De nem gondolod magad urinőnek amúgy? Én, mert ugye sok én nem gondolom, én az vagyok, én tudom, hogy az vagyok. Mitől lesz úri egy nő? Ezt nem lehet tanítani. Ezt az anyatejjel kell szopni. Igen, igen. Tehát egy nőnek kell tartásának lenni. Egy nő legyen egyedi, legyen extravagáns. Én mindig azt mondtam, hogy ha mindenki iszik, minél ne ígyunk. Ha mindenki ezt a kocsit, ebbe a kocsiba ül, akkor nekünk legyen másik. Tehát én valahogy, amikor én gyerek voltam, és mentünk vásárolni, jött a karácsony, és akkor kaptam kabátot. De előbb nem, hiába fáztam. Majd karácsonyra veszünk kabátot. Jó, akkor mi fölmentünk Budapestre Salgótarjánból, és ott vettük meg a kabátot. Mert a többiek Salgótarjánban vették. Mert a többiek Salgótarjánban, és én éreztem magamat az iskolában, ilyen másodikos, harmadikos lehettem, Somoskő Újfaluba, hogy fú, nekem most másik kabátom van, és most mit szólnak, hogy nem olyan, mint a többi a salgótarjáni piacról. És akkor már akkor mondták, hogy na mi van, te primadonna már neked megint. És mentem haza majdnem sírva, és mondtam az anyukámnak, hogy fú, megint mondták, hogy primadonna vagyok. Azt mondja, hogy örülj neki. De mondom, én ennek nem örülök. De majd, ha megjön az eszed, akkor majd rájössz, hogy ennek örülni kell. Igen, és ezzel abszolút egyetértek. Ez a primadonnaság, meg ez a dívaság, amiről mondjuk most te is beszéltél, ez így az ismerkedés terén. Mondtad, hogy nincsen párod. Igen. Ki az, akit mondjuk így befogadsz, vagy ki az, akire azt mondod, hogy mondjuk jó, nem rossz? Elég érdekes. Én elég sok helyen éltem. Monaco, Moszkva, Barcelona, most Andorrában vagyunk, félig én. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én már mindenféle herceggel, gazdaggal, sejkkel, mindenkivel találkoztam, de senki nem mert oda jönni hozzám. És nagyon sokan ismerőseim, barátaim mondják, hogy Paulina olyan, mintha a homlokodra lenne írva, hogy ide nem merje jönni, vagy én nem is tudom. De ez nincs így amúgy. Nem mernek oda jönni hozzám, tehát Monakóban is volt egy olyan, hogy elmentünk a Sass Caféba, ez egy nagyon híres étterem és bulihely, és vacsorázni mentünk a barátnőmmel, és egyszer csak oda jön hozzám egy lány egy papírral, és odaadja. És akkor visszamegy, és látom, hogy hova megy vissza. Ilyen arab férfiak voltak, de ilyen nagyon gazdagnak tűntek. Kinyitom a papírt, és akkor oda van írva, hogy hív fel, izé. És akkor jön vissza a csaj, én meg visszaadom neki, hogy szevasz, menj innen. Tehát, hogyha akarnak valamit tőlem, akkor menjen, akkor jöjjön ide. Egyébként, Paulina, te tanítod a lányodat arra, hogy mondjuk hogyan válogasson, vagy mondjuk, hogy milyen pasit képzelsz el mellé?
Persze, hogy egy anyának van egy hosszú lista, amit le tudnék írni, hogy három dolgot királyfi mondjál nekem, legyen, gyönyörű legyen, okos legyen, jó, ha van pénze. Ja, ezt még a mesében sem írják. És akkor rájövök, hogy hoppá. Hát. Gazdag férfi mellett ilyen elnyomóban éreztem magamat. Tehát én mindig is úgy akartam magamnak párt keresni, hogy saját, tehát az én korosztályom legyen, és együtt építsük a karrierünket. Mint ahogy édesanyád is tette. Viszont az a férfi, akivel mondjuk mondtad, hogy el is voltál jegyezve, vagy bárki, igazából bármilyen példát mondhatunk, nem érezte azt, hogy mondjuk el van nyomva melletted, mert mondjuk... Ó, dehogy nem. Igen? De hát mindenki érezte. Sőt, a gazdagabb férfi is érzi mellettem az elnyomást, tehát... Mi most megkérdeztük, képzeljétek el a járókelőket, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mondjuk ők összejönnének-e egy náluk tehetősebb nővel. Úgyhogy most hozni fogunk erről egy rövid bejátszót, és arra kérlek, hogy nézzétek meg, és reagáljatok majd arra, amit mondanak. A férfiak. Mértékben elítélem. Egyszerűen nem látom értelmét, hogy ha valakit szeretsz, akkor azt nem a pénze miatt szereted. Régen ez megszokott dolog volt, úgyhogy... Nőknek sokszor nincs sok választásuk ilyen kérdésben, de szerintem azért nem azt mondom, hogy elítélendő, de nem. Gratulálok neki. Dióhéjban mindenki azt mondta, hogy hát nem értenek egyet azzal, hogyha mondjuk egy férfi összejön egy nála tehetősebb nővel. Egyébként lehet, hogy valahol megértem ezeket a kijelentéseket, mert amit mondtál, lehet, hogy kevesebbnek érzi magát a nőnél. Pontosan. Neked ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak? Én amikor összejöttem a volt barátaimmal, és akinek kevesebb pénze volt, én mindig mondtam nekik, hogy biztos, hogy kisebbségi komplexusod lesz, vagy nem fogod magadat igazi férfinek érezni otthon. És mindenkitől azt kaptam, hogy jaj, de hogy nem, mert én nagyon szeretlek, nekem nem lesz ilyenem. De aztán teltek, múltak a hónapok, és hát megláttuk, hogy igen, rosszabbul érezte magát. El akartunk menni nyaralni, én kiválasztottam egy 5 csillagos szállodát valami nagyon drága helyen, ő pedig azt nem nagyon tudta kifizetni. De egyébként ezzel nem volt gond, mert összetette neki, vagy így, hogy nem, összetettük, amink van, és elmentünk együtt. És meg tudtál azzal mondjuk alkudni, hogy nem 5 csillagos szállodában vagytok, hanem csak mondjuk 4? 5 csillagosba mentünk. Én olyan férfi van, nem jöttem össze, aki ezeket nem tudta kifizetni. Tehát azért mégis van egy olyan elvárás mondjuk így a részedről, hogy 5 csillagnál rosszabb helyre nem egy megyek. Egy adott szint alá nem megyek a férfiaknál, de azért a férfiaknak nagyon-nagyon nehéz megütni az én szintemet, és ezt most nem nagy képűségből mondom, hanem tényleg nehéz, mert abban ritka százalékban vagyok, én úgy érzem, és azért szeretnék adni esélyt a férfiaknak, hogy ne csak az a picike találjon meg, hanem azért lejjebb tudok menni, de ott azért kemény elvárások vannak. Legyen motivált, dolgozzon minden nap, izzadjon vért, és lássam benne azt, hogy ő el akar érni arra a szintre, ahol én és a családom vagyunk. És Paulina, te mit gondolsz erről, hogy mondjuk te hogy látod így külső szemlélőként, hogy a lányod milyen hibákat vét esetleg mondjuk a párválasztás terén, már mennyire nevezhetjük ezeket hibának? Párválasztás... Hogyha erről beszélünk, akkor ő nincs jó helyen. Nincs jó időben jó helyen. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az alma az almával, a körte a körtével. Mert pontosan ezért nagyon fontos ez, amit mondok, hogy ne legyenek ilyen különbségek a mindennapokban, a magánéletbe. Mert nyilván a férfi, az férfi, az férfi akar lenni egy erős nő mellett, és aki egy tehetős nő, és egy jó egzisztenciával rendelkező nő mellett, egy férfinak kapaszkodni kell. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát az a férfi, aki ezt nem üti meg, az keresse magához valót.
Abszolút, egyébként, tehát hogy valószínűleg akkor fognak tudni jól működni akkor, a felek, hogyha hasonló van. Helyzetben vannak. Megkérdeztünk nőket is arról, hogy ők mondjuk mit gondolnak arról, hogy jó házasodni, olyan férfihez hozzám menni, aki által mondjuk ők is azért egy jelentős vagyonra tesznek szert. Nézzük! Mit gondoltok arról, ha valaki a pénz miatt megy férhez? Hát szerintem csúnya dolog. Hát, mert azért a szerelem az mégis szerelem, és azért van egy határ, hogy... Na, ugye? Hát igen. Látja, hogy mondom. És soha nem lesz szegény. Míg a másik kiáll az utca sarokra koldul. Szerintem ez egy elég érdekes koncepció, mert nem amiatt kéne férhez menni, hogy kinek mennyi pénze van, hanem tényleg szerelemből. Ezek szerint te nem mennél férhez soha pénz miatt? Nem. Nem, én nem. A nénén kívül mindenki azt mondta, hogy nem menne férjhez pénzért, vagy olyan dolog miatt, amivel mondjuk egy kicsit így előrébb juthat, viszont azért hallottunk már nagyon sok olyanról, hogy valaki tényleg csak azért ment férjhez, hogy mondjuk szebb autóban a Blik nőjön. Megtalálta pont a 0,5%-át Magyarországon. Igen, sikerült itt Budapesten megtalálni. Igen. Ti mit gondoltok egyébként erről? Szabad férhez menni pénzért, vagy teljesen felesleges, és inkább mindenki építse a saját kis dolgát? Nekem nagyon sok ismerősöm van, aki a pénz miatt ment, de nem mondja meg, de én tudom, és látom, és boldogtalannak látom őket, még szültek is. Szerintetek egy nő mi az, amiért pénzért megy férhez? Sajnos elviszi a mai fiatalságot az Instagram és a Facebook és a social media egy rossz irányba, mert ott mindenki csak azt látja, hogy fú a sztárok, fú a nagy influencerek mit csinálnak, mibe élnek, mit hordanak, mit tesznek, mit isznak, és mindenkinek egy élete van. És mindenki arra gondol, hogy fú, én az átlag fizetésemből, a minimálbérből ezt soha az életben nem fogom tudni elérni, főleg aki nem egy olyan családba születik, és akkor mit lehet tenni? Egy lehetőség van egy nőnek, gazdag férjet keres. És talán akkor én is meg fogom tudni csinálni azt, amit látok a social médiában. Úgyhogy én szerintem nagyon sok fiatal lány emiatt, mert elviszi ez az egész rossz irányba. De lehet ebből boldogság szerintetek? Soha. Miért? Mert akinek van pénze, és azért megyek hozzá feleségül, mert épp pénze van, soha az életben nem fogom tudni megszeretni. És egy nő úgy halljon meg, úgy öregedjen meg, hogy nem érezte meg, hogy mi az, hogy igazi szerelem. Mert az, hogy én férhez mentem a második házasságom a Gáborhoz, aki egy nagyon okos, nagyon nagyszerű férfi, viszont vagyona nem volt akkor, 30 évvel ezelőtt, amikor mi találkoztunk, de én megéreztem benne azt is, hogy ő mindenképp egy ötös találat nekem, mert én nem csak szerelmes vagyok bele, hanem ezzel elérjük a piramis csúcsát, és ez így is lett. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket az Instagramon, és persze a TikTokon is. Sziasztok!